Egy 20 éves lánya következőket írt a Magyarországról. Ma az itt uralkodó közhangulatot tragikusnak találom. Levert bunkó emberek és magukat mindenre feljogosító kiskirályok mindenhol. A boltban, ahol az eladólány zokon veszi, ha felriasztom a körömre szelésből, a postán, ahol köszöni luxus, a rendőrségen, ahová segítséget megy az ember, és lekezelően bánnak vele. Ez a rossz érzés mindent áthat, szóval nem csak az anyagiakról van szó. Kata története következik. Nekem van egy barátnőm, aki most kint van Londonban, recepciósként dolgozik, és 2 hét alatt talált munkahelyet. Itt minden nagyon szuper van, melon van, egy kis helyes lakásunk, úgyhogy élvezem. Kis Kata vagyok, 23 éves vagyok, és a Corvinus Egyetemre járok itt Budapesten. Én angol nyelven tanulok itt az egyetemen, és ezáltal szeretnék kijutni külföldre, sokkal több lehetőség van, sokkal jobb a fizetés, mint itthon. Kint van arra lehetősége az embereknek, hogy félretegyenek. Itt vannak emberek, akik napról napra élnek, kevesebbet tudnak megtakarítani külföldön, ezt én úgy érzem, hogy könnyebb. Hihetetlenül sok friss diplomás van, akinek van, aki fél évig keres egy normális munkahelyet. De túlképzés van szerinted? Igen, mindenféleképpen. Ugye a magánnyugdíj pénztári változások miatt is, tehát soha nem lehet biztosabb az ember, hogy a megtakarításai az mikor nyúlnak hozzá. Az emberek hozzáállása egymáshoz, ami szerintem nagyon nagy probléma itthon, tehát így nem nagyon mosolyognak a magyar emberek, pessimisták, mindenki a másiktól várja, hogy valami majd történni fog. Csak hogyha elmegy az ember valahova okmányirodába ügyeket intézni, mindenki tolakszik, mindenki próbálja az ő dolgát hamarabb elintézni, és abszolút nem törődik a másikkal. Könnyen barátkozótípus vagyok, tehát ettől abszolút nem félek, hogy egyedül kimenni valahova. Ha az ember keres, akkor talál, majd most bármikor haza tudok jönni, hogyha mégsem úgy sülnek el a dolgok, ahogy tervezi az ember. 272. Euróba átszámolva a tavalyi magyar minimálbér pontosan ennyi volt. Angliában, Belgiumban vagy Hollandiában ennek 6-7-szerese, van ahol kevesebb. Péter, aki dolgozott már asztalosként Németországban, pontosan ismeri a bérek és az árak közötti különbségeket. Jelenleg itthon van, de megy vissza. Elsősorban a pénz, mert azért ez elég sokat számított. Másodszorban ugye szakmai fejlődés, meg a nyelvtanulás elindulott a dolog, mert kim voltam, és tehát több rám ragadt, mint az iskolában. 6-8 év alatt nem is tudom, ameddig tanultam. 5-ször annyi kb. Mint az itteni bérek, amit én ott kim megkerestem, és hát ugyanannyi munkával lényegében. Szóval megszakadni nem kellett, és mégis jól megfizették. 3,5 hónapot voltam kint, hát az összkeresetem az bőven 1 millió forint fölött volt, és bőven 1 millió forint fölött volt az is, amit hazahoztam, mert ugye a megélhetés kint is elvitt pénzt, de az minimális összeg, mert az élelmiszerek valami olcsóbb is kint. Itt nagyon meghagyják az embert, szóval itt elég pörgős, ott meg van nyugisak, szóval minden időre legyen kész, az persze az egyértelmű, de nem kell kapkodni, jobban. Hát nem is tudom, hogy mi ember számba vesznek, hogyha látják, hogy törekszik az ember arra, hogy megtanulja a nyelvet. Péter orvos. Magyarországon és Franciaországban is tanult, mi Párizsban találkoztunk vele. Nem tervezi, hogy hazajönne. Azt mondja azért, mert annak ellenére, hogy fiatal orvos, fontos feladatokat bíznak rá, és a munkakörülményei is sokkal jobbak. Itt megvan az a luxus számunkra, tehát nem kell választanunk az orvosi munkánk és a saját etikánk között. Szerintem az orvosok többsége egyből felsül bele, hogy egész egyszerűen a gondolatai középpontjában nem a beteg áll, hanem esetleg adminisztratív és pénzügyi problémák. Kicsit ha felmerődettem, hol meg tudunk szemmelődni, közben tantékítek. Magyarországon visszidiplomás orvosokat nem foglalkoztatnak, tehát semmi szerepük nincs, vagy több helyen nincs eléggé kihasználva a képzettségük, és ezek alapján sajnos nem jutnak szakképzettséghez, egyszerűen nem jutnak helyzetbe. Nyilvánvalóan a rangidős sebészek operálták a legérdekesebb eseteket, és gyakorlatilag a kezdőorvosnak már csak a vakbér meg a sér maradt.
A magyarországi ismerőseim egy albérletben ketten, két kezdőorvosról van szó, szóval albérletben épp hogy megélnek, semmi luxus vagy akkor, hogy nincs pénzük. Én meg az itteni fizetésemből mondom, hogy egy kocsit tudok fenntartani, egy lakás törlesztő részét fizetni, ezen kívül tudok utazni, szórakozni, sportolni. Tehát gyakorlatilag bármit meg tudok tenni, amihez kedvem van. Mondjuk egy ilyen középosztálybeli életmódhoz való pénzt egy heti ötnapos munkaidőben, mondjuk reggel 8-tól 9-től este 7-ig a munkaidőben ezt meg lehet kínálosan keresni. Nyilván, hogyha az ember több pénzt akar keresni, rengeteg lehetőség van rá, ilyenkor a hétvégét is rámenni. Részlet Dóra e-mailjéből itt van. Azt írja: elszomorító, hogy a rendszerváltás után folyamatosan megszüntették a szakmunkásképzést, és az embereket átterelték a felsőfokú képzésekre. Megteremtették annak lehetőségét, hogy diákok százezrei bekerüljenek a felsőoktatás útvesztőibe, de a végzettekre már nem sokan gondolnak. Hogy miért nem érték meg egymást a frissen végzettek és a munkaadók, erről a 25 éves Istvánnal beszélgettünk. Szerintem nem pénz kérdése az, hogy egy fiatal kimegyek külföldre, nem nincs más lehetősége. Mert itthon már teljesen elvették az önbizalmát, tehát sehova nem kell, semmi lehetősége nincsen. Szerintem a munkaadó nincs azzal tisztában, hogy a friss diplomás, tehát a leendő munkavállaló mit tanult valójában, mire képes. Van egy elképzelésük, és ez általában nem fedi le. Mindenkinek az a képzet, hogy egy friss diplomás kijön, mindent tud, mindent elméletben és gyakorlatban is, még valójában a képzés az inkább elméleti, abból se a legjobb. Az én korosztályom úgy van vele, kicsit kényelmes korosztály, tehát legtöbben otthon élnek szülőknél, stb. Ők úgy vannak, hogy mindenképpen azt szeretnék csinálni, amit szeretnek. És hogyha ez nem jön össze, akkor elkeseredettek lesznek. De vajon baj-e, hogy ennyi fiatal fontolgatja a távozást? Mond-e ez bármit is az ország állapotáról, vagy inkább egy korosztályi sajátosság, ami az egyre szabadabb mozgásnak is köszönhető? Régebben a migráció azért ez egy nagy fajsúlyú dolog volt. Manapság már a közvélemény is egyre inkább hajlamosabb elfogadni azt, hogy a migráció az nem valamiféle végletes döntés, aminek aztán, ha egyszer meghozták, az az eredmény, hogy elveszik a mi számunkra a gyerekünk, a barátunk. Ez egy olyan döntés, amelyik igazából azt jelenti, hogy két ország között oda-vissza gyakrabban fog mászkálni, mint eddig. Az internet meg az információ tényleg szabad terjedése, ez borzasztóan leegyszerűsítette a dolgokat. Szóval régebben, és nem csak a határok miatt, hanem mert nem volt fapados járat, nem volt Skype, nem a két világban is jelen lehet egyszerre lenni, meg előre meg lehet tervezni az ide-oda rohangálást viszonylag olcsón, ez nagyon megkönnyíti a dolgokat. A jövőtlenség, a tehetetlenség érzet, innen mindenképpen csak elmozgatja az embereket, ami, ha akarom, még hozzáadódik, és a rendszerváltás után egy ideig, amíg rosszabbul megy az országnak, vagy egy válság idején, akkor természetesen ez még rárakódik. Egyszerűen a szerencsepróbálás motivum, ki akarja próbálni magát, és akar egy kicsi másfajta életet is csinálni. Ez szerintem egy meghatározott kor alatt teljesen indokolt.